Szombaton kezdi szereplését a teremlabdarúgó első liga rájátszásában a Székelyudvarhelyi FK. Este fél hétkor hazai pályán fogadja a Dunarják kölörás csapatát, amely a felsőházi második csoport keretében elvesztette első mérkőzését a Galaci United-dal szemben. Az idény nem alakult eddig a legjobban Jakab Zoltán csapata számára, hiszen 2018-ban még nem nyertek bajnoki mérkőzést, ezért épp a legfontosabb időszakban a rájátszásban lenne ideje megszakítani ezt a negatív sorozatot. A játékosok nagyon elszántak, bízom benne, hogy a pályán mindent beleadnak, a bajnokság igazából most kezdődik, a keretünk pedig jobb, mint az ellenfélé, mondta a Jakab Zoltán edző. A brassói korona vezetőedzőjét a szlovákiai Julius Pénzest nevezték ki romániai jégkorongválogatottjának szövetségi kapitányává. Julius Pénzes januárban váltotta a koronánál a kanadai Martin Lacroix, aki a válogatottnál is elődje volt. Románia vasárnap kezdi mérkőzéseit a litvániai Kaunászban rendezett divízió 1 per B világbajnokságon. Ötödik alkalommal szerveznek Székelyföld Magyarország jégkorong válogatott mérkőzést. A hoki ünnepre május 1-én a Csíkszeredai Vákár Lajos műjégpályán kerül sor. Nagyszabású hoki gálára készült Csíkszereda, amely során székely magyar válogatott hoki meccsekre kerül majd sor, felnőtt és utánpótlás szinten egyaránt. A hoki majálist az M4 sport élőben fogja közvetíteni. Kétnapos esemény lesz valójában, hiszen a felnőtt mérkezés mellett utánpótlás 15-16 éves korosztályban is megmérkőzik a székely-magyar vonalon, ami a fő attrakciót illeti, nyilvánvaló, hogy eznek megpróbáljuk megadni a módját, úgy, ami a csapatok összetételét, mint a felvezetést illeti. Már a jégpálya mellé kis színpadot fogunk felszerelni, kulturális műsort fogunk ott biztosítani alkalom az illő módon. Az esemény ötletgazdája a Gyergyóalfaluban született Vargyas László, aki a Dunaferrel többszörös magyar bajnok és kupagyőztes volt. Az egykori román válogatott hátvédje elmondta, először 2006-ban szervezték meg az eseményt, de nem sikerült minden évben megszervezni, mostantól viszont hagyományt teremtenének. Az ötödik alkalommal megrendezése kerül. Annyi módosult, hogy most a Szent Ferenc Alapítványnak adományozzuk a bevételt, és évről érve azt érzem, hogy egy rangosabb dolgot szeretnénk összerakni, és úgy gondoljuk, hogy egyszer Székelyföldön lesz, egyszer pedig Magyarországon lesz az esemény. A Székely Magyar Hoki május 1-én kerül sor Csíkszeredában.